Bebekszászon immár 3 éve működik egy tanoda, amelynek keretében roma gyerekeknek igyekszünk egy jövőképet, egy szebb jövőt biztosítani. Ennek az otthona lesz ez az épület, amelyet Szent Marie és Louiselle-ről lett elnevezve, hisz ők az első házaspár, akiket az egyház együtt házaspárként avatott szenté. Így a házasság, a család fontosságát próbáljuk ezzel is kifejezni, hisz azért választottuk őket, mint a központunk névadóit. Elsősorban roma gyerekekkel foglalkozunk, de mint ahogy az előbb hallottuk Franszal nagykövet úrtól, általában egy-egy ilyen központnál egy idő után nem csak a roma gyerekek, hanem mindenki részt vesz, hisz az integrációnak a legfontosabb lépése az, amikor elfogadjuk egymást, elfogadják a gyerekek is egymást, és ez alatt a 3 év alatt hihetetlen jó tanulási mutatókat értünk el, hisz a diákjaink nagyon szépen megtanultak írni, olvasni több nyelven is, rendkívül jól számolnak, igyekszünk számokra nem csak a tanulást, hanem mind a hitet, mind a kultúrát átadni. Reményeink szerint szeptembertől zenei oktatást is sikerül elindítani számukra, illetve táncoktatást. Ezeket nagyon élvezik. Azt tapasztaltuk, illetve a pedagógusaink is azt tapasztalták, hogy hozzánk szívesebben járnak a gyerekek, aminek nem feltétlen csak örülünk. Egy szempontból örülünk, hogy jól érzik magukat itt, és sikerül ők nekik átadni olyan információkat, amit amúgy nem. De próbáljuk ösztönözni, hogy az iskola látogatás legalább olyan fontos, hisz gyakran előfordul az, hogy szívesen eljön a tanodába, de az iskolába már nem szívesen megy el a gyerek.